Tisztelt miniszter úr, tisztelt miniszterasszony, miniszter úr, tisztelt nagykövetasszonyok, nagykövet urak! Idő előtt érkeztem el, de csak átmenetileg a közéleti pályafutásnak ahhoz a részéhez, amikor az ember nem azon izgul, hogy mit fog mondani, hanem hogy ki tud-e jönni a beszélő pultig. De az a biztató hírem, hogy miután 4 héttel ezelőtt a lábaimat is alig éreztem, ez nem egy folyamatnak a vége, hanem igazából csak a közepe, és mindenki azzal biztat, hogy nem sokára minden olyan lesz, mint amilyen régen volt. És természetesen a 80. születésnap mindig alkalom arra, hogy bízzunk abban, hogy sok minden lesz még olyan, mint amilyen régen volt. Ez nem csak a fiatalodás lehetőségét jelenti, ami természetesen Martonyi miniszter úr előtt is nyitva áll, hanem hogy egy 80. születésnap alkalom a visszatekintésre is, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, az ünnepelt személyének köszönhetően, hogy egy rendkívül gazdag életútra tekinthetünk vissza, és erre az életútra való visszatekintés az saját közelmúltunknak az értékelését is jelenti. És miután Prüller Gergely igazgató úr ezt részben már megtette, én is csak onnan indulnék, hogy Martonyi János 40-es évei közepén járt, amikor azt a lehetőséget megkapta, és azt a célt szolgálhatta, amelyre az addigi életútja is egyfajta felkészülés volt, ez pedig az, hogy Magyarország szabad lett, meg szabadultunk az itt állomásozó szovjet seregektől, a magyar választópolgárok dönthettek arról, hogy kivezesse az országot, és az az útirány, amit akkor kijelöltünk, és ami politikai közmegegyezést élvezett akkor is, az az volt, hogy Magyarországnak oda kell visszatérnie, ahonnan a II. Világháborút követő időszak kiszakította, ez pedig az európai integráció és a transatlanti biztonsági védelmi szövetség. Ráadásul az első évtizedben, 1990 után azzal a szembenállással kellett együtt élnünk, hogy ugyanazt mondták az előző rendszer képviselői, akik annak idején a Varsói Szerződés, a KGST mellett szálltak síkra, mint amit a polgári jobboldal, azaz egy idő után a versenyfutás abban az irányba jelölte ki a saját maga helyét, hogy ki az, aki gyorsabb integrációt tud elérni, ki az, aki előbb képes ezeket a célokat megvalósítani. És az, hogy a magyar jobboldal ebben hiteles volt, hogy a magyar jobboldalról először el lehetett hinni azt, hogy ezt a folyamatot a korábbi állami vezetői tapasztalatok nélkül is hitelesebben tudja képviselni. Majd 94 és 98 között, hogy a magyar polgári oldalról el lehetett képzelni, hogy újra kormányt alakítson, és a polgári oldalon akkoriban újonnan befogadott Fidesz hiteles erő legyen ezekben a kérdésekben, ebben a legkomolyabb szerepe Martonyi Jánosnak volt és van a mai napig. Éppen ezért nélküle minden egészen másként történt volna. Nem csupán a külpolitikában, ami egy kétszeres külügyminiszternél még érthető, de a magyar belpolitikában is. Márül Ferenc, Martonyi János és Márül Ferenc volt az, aki a Polgári Együttműködés Egyesülettel, Nemzeti Körrel és a 94-95-ben létrejött, megerősödött szervezetekkel együtt azt képviselte, hogy kell, hogy legyen nem csak egy posztkommunista alternatíva, hanem egy hiteles polgári alternatíva is. Az is egy nagyon nagy előny volt, hogy Martonyi János a jog kiváló ismerője, nem csak a nemzetközi magánjog professzora, de a közjognak is kiváló ismerője, és ahhoz a generációhoz tartozik, akinek a jog még egyáltalán nem a politikai akaratképzés eszközét jelentette, hanem olyan értékeket is hordoz, amelyekre a politikának tekintettel kell lenni, és amelyek egyébként iránymutatásul is szolgálnak. Ha az európai integrációt ma reálisan nézzük, ezt sokan szkeptikusnak tartják, akkor a legnagyobb probléma az a jogtiszteletének a hiánya. Olyan jogi instrumentumokat hoztak létre, amelyeket ugyan a leírása az jogi, de a gyakorlata, a használata az teljesen politikaivá vált, a jog nem mérce többé. Ma attól szenved leginkább Európa, abból adódnak a nehezen feloldható ellentétek, az veszélyezteti az együttműködés korábbi kereteit, hogy a jognak az a tisztelete, amely
azt az időszakot, amikor Martonyi János különösen első alkalommal 1998 és 2002 között külügyminiszterként szolgált, még vitán felülállt, és azt kell, hogy mondjam, hogy még 2010 és 2014 között is az embernek sokkal több jó, mint rossz tapasztalata volt ebben az időben. Ha megnézzük azokat a köteteket, most itt nem az új kötetről beszélek, amelyek Martonyi János aktív politikai szerepvállását követően jelentek meg, az kijelöli a legfontosabb érdeklődési területeket is. Mi és a világ, nemzet és Európa. Ez azt mutatja, hogy arra kell választ adnunk, hogy kik vagyunk mi az a közösség, amelyben gondolkodunk, és ebben a legnagyobb közösség nyilvánvalóan az a földrész, ahol vagyunk. Ugyanakkor, mint Martonyi János azt többször leírja, Európának éppen az a sajátossága, hogy önmagában európaiként nem lehet gondolkodni. Aki ezt állítja, az csak ártani fog Európának, hanem akkor tud valaki európaiként gondolkodni, hogyha közben magyar, lengyel, francia, vagy éppen osztrák. És amikor ezeket a kérdéseket még nem tették vitássá, akkor ez szintén az európai együttműködés értékei közé tartozott, és egy olyan Európáért szeretnénk küzdeni, és küzd a magyar kormány, ahol ne legyen vitás, hogy ez a fajta kettős identitás, egy nemzethez tartozni és európainak lenni, az vitán felülálló érték. Martonyi Jánoson, hála Istennek, nem látszik, hogy 80 éves. Egy hölgyet ünnepelnénk, akkor diszkréten beszélnénk, és legfeljebb 60. születésnapot kívánnánk neki. De mégis az a tapasztalat és életút, ami mögötte áll, azt az évszámok valósághűen írják le. Önmagában az a tény, hogy Martonyi János Kolozsváron született Magyarországon, 1944-ben Kolozsvár Magyarországhoz tartozott, az jól mutatja, hogy mennyi idő telt el azóta. Amit egy Magyar Nemzet cikkben leírtam akkor, amikor Martonyi János 2014-ben a kormányból távozott, az ma is igaz, hogy Martonyi János tudására, tapasztalataira, gondolataira ezt követően is nagy szükség lesz. Politikai életútjának az eszenciája gazdagít mindannyiunkat, és hogyha egy fejlődő és polgári Magyarországot akarunk, hogyha egy normális Európát akarunk, és hogyha érteni akarjuk a világot, akkor mindazt használnunk érdemes, amit ő mondott és leírt. Úgyhogy azt kívánhatom csak neked, kedves miniszter úr, és mindannyiunknak, hogy a 100. születésnapon legalább ilyen állapotban, én esetemben optimista vagyok, kocinthassunk egymással. Köszönöm szépen!